Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Mai videóban legendás teherautók a múltból sorozattal foglalkozunk. Hát épp hogy csak megjelent ez a sorozat, és már is az 5. számnál tartunk. Nagyon gyorsan repül az idő. Úgyhogy ebben a számban a Csepel D710-es teljes kocsi jelent meg. Lehet, hogy sokan ismerős, sokatoknak ismerős, vagy sokatnak megvan, mert ugye korábban ez már a lengyeleknél megjelent. Igaz, hogy ott nem magyar felirattal, hanem ugye a lengyel felirattal. Na mindegy, nézzük meg, hogy hogy sikerült ez a modell, úgyhogy tartsatok velem, és már is kezdünk. Na, mutatom nektek. De előtte átlapozzuk az újságot. De így néz ki blisterben. Bevallom, én már átlapoztam az újságot, és nagyon-nagyon, ez most egy nagyon tartalmas, érdekes újság lett, úgyhogy érdemes szerintem belenézni. Csepel D710-es, a magyar tejszállító címmel indul a története, és itt mindjárt a kép elején, itt az újság elején egy korabeli fotót látunk, ez például egy sörszállító. Mellett azt írja, hogy a Csepel D710-es 1958-ban mutatkozott be, sorozat gyártása egy évvel később indult el. A modell a D700-as nyerges vontatóból fejlesztették ki, és eleinte csak tűzolt autós, valamint tejszállítós felépítménnyel volt elérhető. Lapozzunk még egyet. Én szeretem nézni ezeket a korabeli képeket, nem tudom, hogy hogy vagytok vele. Itt is egy D710-est látunk, ez egy 1973-as fotó, méghozzá Budapesten készült, a 10. kerületben, Bánya utcában, és ez egy szeparált változat, tehát külön-külön lehetett a tejet szállítani a tartályokban. Itt még egy korabeli budapesti fotó, 1974-ben vagyunk. Ez a Nagymező és Podmanicki út kereszteződése. Ez is egy D710-es Csepel, de viszont egy dobozos felépítménnyel. Itt ugye a magáról a modellről egy nagyobb fotó, és ugye itt hát itt elemek ki vannak emelve, ugye ajtótól kezdve az emblémáig, üzemanyagtartály, ugye ami 170 literes volt, felfüggesztés, tehát ilyen apróságokat lehet itt olvasni. Aztán itt középen a poszter, itt ezen a poszteren a Csepel D350-es láthatjuk, ami egy nagyon szép darab, de nem tudom, hogy miért pont ez kerül a poszterre. És akkor itt a, hát tulajdonképpen amiből kialakult az a D710-es, a Csepel D700-as félpótkocsis nyerges. És ez egy új ruhaneműk szállítására használt felépítmény. Próbálom egy közelebbről. Gyönyörű darab, nagyon-nagyon szép. Mennyire? Nekem nagyon tetszenek ezek a korabeli járművek, mert van kiállása, egyénisége, gyönyörű formája. Hát szerintem a mai autók, teherautók, kamionok meg se közelítik ezt a szintet szerintem megjelenésben. Itt egy cement szállítót látunk, ez is egy D700-as. Itt megint egy sörszállítót látunk, egy 1959-es kép. Ugye budapesti nemzetközi vásáron mutatkozott be ez a jármű. Lapozunk még egyet, itt is egy korabeli kép, ez méghozzá a Csepel D750-es, egy Jelsz 300-as kabinnal.
1974-ben készült a kép. Aztán itt egy 1963-as képe Csepeldi 700-asról, méghozzá ez egy első szériás modell. Ez egyébként szintén Budapesten készült, 5. kerület, Gerlóci út és Károly körút kereszteződésében. És akkor el is érkezünk az újság végéhez. Itt egy ritka fotót látunk, méghozzá ez egy lengyel változat, ez egy 1976. július elején készült kép. Ez egy balesetes, félborult változat. És akkor itt vannak a műszaki információk, amit így lassan megmutatok nektek. Egyébként a motorja az 8275 köbcentiméteres, 145 lóerős, 490 Nm-es motor. Na. Következő lapszámban, a 6-os lapszámban a kamaz 5320-as lesz. Amit megmutatok azért így elöljáróban, hogy ez is egy nagyon szépre sikerült modell lesz. Szerintem ezt is érdemes lesz majd beszerezni. Úgyhogy ez így néz ki ez a kamaz. Na de ez van a következő videó témája lesz, 2 hét múlva. De ennyit akkor az újságról, és akkor nézzük meg a modellt magát. Látod, hogy jó állapotban van a blister, nincs róla letörve semmi, remélhetőleg. Hát, az alja ugye szokásos, ezt mindjárt fel is vágom, és akkor megnézzük ezt a modellt közelebbről. Íme, kicsomagolás után így néz ki a Csepeldi 710-esünk, hát nem egy kicsi modell, egész távol kell tartanom, hogy beleférjen a kamerába. Gyönyörű, nagy, szép nagy modell, nagyon szépen ki van dolgozva. Jó a festése, ez a kék-fehér festés. Van súlya is rendesen. Nagyon szép az eleje is. Nagyon-nagyon szépen részletgazdagon ki van dolgozva, ahogy így látom, minden apró részlet meg van rajta jelenítve. Természetesen ugye a fülke az fém, felépítmény műanyag. Egyébként azt külön értékelem, hogy ugye aki látta a lengyel változatot, ugye ott a tejfelirat az lengyelül volt, és a rendszám is a lengyel változaton ő lengyel rendszám. Itt meg szép magyar rendszám van rajta. Elől is, hátul is, ugye lengyelen meg, hát ugye saját lengyel rendszám. Itt meg ugye hazai rendszám, úgyhogy én ezt nagyon, ennek nagyon örülök, ez dicséretes szerintem, hogy ezt így most erre így gondoltak, hogy korábbi modelleknél, korábbi sorozatokban ez azért nem volt megfigyelhető. Hát egyébként ezek trilexes kerekek, ugye három részes trilexes kerék, aminek a kidolgozása nem lett annyira erős, egy kicsit gyengére sikerült szerintem. De a gumik azok úgy nagyjából jól állnak rajta. Ezen az oldalon. Megnézzük a másik oldalon is. Szerintem itt is jól állnak a gumik. Itt a lépcső nagyon szépen megvan, ki van alakítva, meg van festve, ugye fellépő. Itt az oldalindex oldalt is ugye helyzetjelzők, nagyon szép. Itt is az oldalán a helyzetjelzők meg vannak festve. Még maradjunk ugye fülkénél. Szépen meg van festve az ablakok kédérgumiai.
Itt az ajtónak az ablak illesztése az nem lett olyan tökéletes, látszik, hogy van hézag. Föl is kapcsolom a vakut, és akkor benézünk egyúttal a beltérbe, ha sikerül valamennyire. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó, de látszik, hogy azért van hézag. Hát a szokásos fekete beltér, szépen ki van dolgozva. Különösebb problémát nem látok. Kár, hogy nem lehet normálisan betekinteni így, de hát mindegy. Amennyire tudom, azért megmutatom. Amennyire enged beláttatni. Itt van egy kis... Jó, nem, ez csak a papírra, hogy kibontottam. Azt hittem, hogy valami sorjaszerűség. Itt jól áll az ablak, egyébként úgy látom. Itt nincsen hézak, csak a másik oldalon. Visszapillantó tükrök nagyon szépek. Nagyon szépen megvan ez a fekete keret, ugye ez a gumírozott kerete. És akkor nézzük meg az elejét. Nagyon szép a zorrész, szép a csepel embléma, nagyon szépre sikeredett a hűtőmaszk. Hát mondjuk, hogy a lámpák is egész jók lettek. Nagyon szép darab. Hát itt a felépítmény, ez is szerintem rendben van. Itt a korlát rajta, mi ez a kapaszkodó. Itt is szépen meg van festve, hogy ez a... Hát ez a járó rész, ugye itt az ember fölmászott, itt vannak a lépcsők, itt föl lehetett mászni, és akkor így szépen végig gyalogolni, és akkor így lehetett belenézni a tartályba. Itt a hátulja, itt is rendben van szerintem, minden meg van rajta jelenítve, szépen megfestve, lámpák is. Kicsit itt festékes lett alul, ugye a maszkolás annyira itt nem sikerült. A kilincs is megvan. Alul ugye a fényvisszaverő prizma is meg van festve. A másik oldalon is így néz ki. Na, még meg kell néznünk az alját. Hát az alja is teljesen rendben van. Ahogy látom, az alja is full műanyag. Ugye ez az előző Rab F26-nál is ugye műanyag volt az alváz. Itt most én úgy látom, hogy megint, bár ez a keret ez fényesebb, de szerintem ez nem fém, ez inkább ilyen erősített műanyag, vagy nem tudom. De ez biztos, hogy nem fém. Itt a pótkerék. Ugye ez nem hiba, ugye láttam már korábban mondta valaki, hogy lukas a kerék, ez egyébként nem hiba, ez egy három részes Trilex kerék. Ez teljesen rendben van. Szépen megvan ez a doboz is itt alul. Itt a légtartályok, a kipufogó nagyon szépen végig meg van festve, végig kivezetve. Gyönyörűen ugye az első hátsó futómű hajtás, minden szépen látszik. Gumik mintája is nagyon jó. Úgyhogy ez a modell szerintem teljesen rendben van. Én azt mondom, hogy ez megér 7000 forintot bőven. Tetején is meg van festve ugye a magasságjelző. Én úgy különösebb hibát nem látok, hát mivel én úgy látom, hogy azt tapasztalom, hogy ugye ez a szép részletgazdag kidolgozás kapjunk, hogy valahol azért spórolni kell. Hát itt úgy látszik, hogy megint a keréken spóroltak, nem olyan szép részletes, illetve a full műanyag alváz. De úgy látom, hogy nincs probléma, szépen gurul. Bár modellt ugye nem szoktunk gurítgatni, de látszik, hogy nem billeg, nincs megcsavarodva az alváz. Úgyhogy teljesen rendben van ez a modell.
Nekem nagyon tetszik, szerintem megéri, gyönyörű darab. Nagyon szép, érdemes betenni a gyűjteménybe. Aki ilyen magyar járműveket gyűjti, legalábbis mindenképpen tudom ajánlani. Úgyhogy szerezzétek be, ne sajnáljátok rá 7000 forintot. Szerintem ez egy ezeremben van ez a modell. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy be is fejeztem a videót. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor lájkoljátok. Osszátok meg, hogyha gondoljátok. Kommenteljeletek, mert ugye ezt a YouTube algoritmusa szereti. Ha sok a komment, mert ugye akkor azt jelenti, hogy érdekes a videó sokak számára, és akkor előrébb sorolja, nem hátrébb, akkor többen meg tudják nézni a videót, úgyhogy ez nekem ez így nagyon nagy segítség. Úgyhogy ugye ennyi, akkor találkozunk egy következő videóban majd. Facebookra még rakok fel róla képeket, a link leírásban lesz, úgyhogy sziasztok, legyetek jók, sziasztok!